Igen, ez repült a levegőbe. Hopp! Larissán most egészen közel hozzá. Egy nagy bekapódás az ellenségi légvédelmi ütettől. Állítsa még semmi baj, nincsen, kicsit megrendett a készül, de már is rohan tovább. A idáig mozdulatlan repülőt és fűtolóságos hangyaborjá lett megváltozott. Kuszkosó embercsoportok, mint apró pontot sem fázuldó kis kétkocsik azok ott lent. Összefesen mindketten tűröztek a földről szemelő, mert tűzkirott szaklatot, tűzkirokat látok. A tűzfejünk előtt, tehát ez van vagy 70-60 méternyire, ez a két kis tűzpuszka tűz, de túl előre tartanak ám ezek a szovjet tüzelők. De hiszen mit lehet tudni ebben a félelmetes zűrzavarban, talán már van itt találat valamelyik nagy gépben, de hál' Istennek nem érzékeny talált. Valamennyi gépen biztosan egy tisztén tartanék magát a levegőben. Közel 30 tonna súlyú, különböző méretű, közép és nagy súlyú bombát vetettek a célra, láthatóan messze, mint ütőztással a miénk. Ez alatt még a bombatámadás tart. Tehetem meg, mert a bombázók elvégezték a feladatokat és megtették visszatérésüket a és a biztosabb légtérbe föl a felhők fölé. A repülőt, az alapalat a repülőszerintet érti, tehát ide igyekszünk most már visszafelé, azon az úton, amerre jöttünk. A bombázott repülőtértől délnyugati irányban nagy ízvel tér ki a vezérgép, és a többi erre jelre ugyancsak felzárkózik.